90. születésnapját ünnepelte Viszneki Józsefné Gáspár Mária. A jeles alkalomból dr. Fekete Zoltán polgármester is köszöntötte otthonában városunk szépkorú lakosát február 6-án. Az ünnepeltnek elsőként Orbán Viktor miniszterelnök köszöntő oklevelét olvasta fel dr. Fekete Zoltán polgármester, majd a város nevében oklevéllel, virágcsokorral és tortával kedveskedett városunk szépkorú lakosának. Viszneki Józsefné Gáspár Mária Mezőkövesden született 1930. február 3-án. Tőzsgyökeres Matyó családból származik, 10 voltak testvérek, 5 fiú, 5 lány. Ő 7-ként látta meg a napvilágot, lánykorát még Matyó népviseletben töltötte. A mezőkövesdi Zárda iskolába járt, az ő korosztálya volt az első, amelyik a 8-osztályos képzést végezte el. Az első munkahelye a dohánybeváltóban volt, ahol fűzés, osztályozás, szállítmányozásra történő előkészítés volt a munkája, valamint időszakosan summásként is dolgozott. A családon belül gazdálkodtak, sertéseket neveltek, így otthon is dolgozott, 20 évesen férjhez ment, majd megszületett 2 gyermeke, ezt követően a Matyóházba volt bedolgozó, és innen ment nyugdíjba 55 évesen. A hímző tudását a kis templomban is megörökítette az utókornak egy oltárterítő formájában, amely még ma is megtalálható a Jézus Szíve templomban. 5 unokával és 6 dédunokával büszkélkedhet, gyermekei Mezőkövesden laknak, napi szinten találkoznak. Nyugdíjasként szeret kertészkedni, virágos kertjét még most is megcsodálják a járókelők.